Július 10-én az Egyesült Királyságba látogatott Joe Biden amerikai elnök, aki egy, a brit miniszterelnökkel, Rishi Sunakkal elköltött reggeli tea után a Windsor kastélyba utazott, és harmadik Károllyal találkozott. Az elnök nem egy hivatalos állami látogatást érkezett, ám így is ceremoniális üdvözlést kapott, és egyébként a Walesi gárda köszöntötte a Windsor kastély kertjében, akik az amerikai himnuszt is eljátszották neki. A ceremoniális üdvözlést követően az elnök megtekintette a Walesi gárdát, ahol a protokoll szabályoknak megfelelően harmadik Károly előtt haladt. De ha már protokoll szabályok, a 80 éves elnök ezeket nem tartotta be teljesen, ugyanis harmadik Károly hátára tette a kezét, ami a protokoll szabályok értelmében tilos. Mielőtt kitörne a diplomáciai botrány, a Buckingham Palota egy forrása azt mondta, hogy harmadik Károly a mostani érintés során teljesen komfortosan érezte magát, és sokkal inkább két nemzet és két személy közti jó viszony megnyilvánulása volt, mintsem protokollszegés.